Ott van macskó testvér. Good job, look at him. He's like a saddle, you know, throw it going in. That's great. That was good. Come on, we can leave. Gotcha. Come on, baby. Come on. Turn. 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 Hold your shoulder. There you go. There you go. Nice shot. Let us go for a swim. Well, she really got the other one. Go over here, Mark. You remember what we saw on TV the other day? I can't see anything. You just walked away. Come here. Anna. Yeah, I can see him. Nice spot. Nice spot. So cute. There's somebody videoing. However, that's really interesting. You coming back yet? No. Okay, walking you going the other going way. For now? No, he's turning around. Coming back. Coming back, Cal. Wait. No, he's going in the water, I think. Well, he's coming. Nope. Yup. He's changing his mind. There he is. Oh, look, nice. Cal, look. Yeah. Don't gotta climb. I can just feed it down. You can feed it in your mouth. Baby, right behind you. I got enough for you since all we're doing is facing the runway. Look at that bear. Look at the bear. Ariano, baby. Azért lássuk be, ez egy igazi modell mackó. Folyamatosan mozog itt a közönség előtt. Igazán rendes tőle egyébként. És még most vagyok is. No, hát akkor egy kis térkép. Elég sok helyen voltam most, nem tudom megmondani, hogy pontosan hol. Ahol tuti, hogy voltam, ugye ez a része az állatkertnek, a building. Úgyhogy még ez a része, ez erősen hátra van. Zoo Center, stb. Most ugye jelenleg itt vagyok, és ugye itt voltam a macik mellett, most meg megyek tovább a... Hát még nem tudom merre.
Hát mit is mondhatnék? Nyomás. Grizzly maci jellegzetességei. Ez a Dishidin face, ezt nem tudom, de gondolom az, hogy így kopott, nem tudom. Hatalmas karma, meg az, hogy van neki egy kis púpja. Hát a mackó testvér jelenleg házon kívül tartózkodik, de azért a lakhelyét azt levideózom. Remélhetőleg azért még lesz más maci, vagy esetleg ő maga a grizzly medve úr fog visszajönni, nem tudom. Már csak azért, hogy igen, vannak teknősök is, de így különösebben nem gondolom úgy, hogy különösebben szépet lennének. Ilyen randa csíkos. A baby duck. Vannak még ott. Ott is van egy kolónia. Itt van egy pár belőlük kétségtelenül. Na hát tényleg egy ilyen kis diszkrét kis kígyócska. Pontosan ez egy pitbull. Nem, az nem a feje. A fejét baromira nem lehet látni. Szerintem én most éppen a nagysága az. Ott is lehet látni valamit. Gondoltam, hogy ha már Pythonban programozom, akkor ez a minimum, hogy kitonok a színületek. Pythonokat egész pontosan. It's bigger than you. Most ő a víz alatt van, és nyilván alszik, de azért neki is szüksége van a levegőre, tehát azért nem tudom, ilyen még egyáltalán. Illene neki majd valamikor följönni a víz felszínére, azért várok itt már jó ideje, de egyszerűen nem úgy tűnik, szerintem ez kimúlt. Tehát nyitott szemmel a víz alatt. That's a Cuban. Ebben az a jó, hogy ezek olyan mozdulatlan dögök, viszont egyszerre megmozdulnak, akkor baj van. Vannak ilyen mikrobűzbaszni békák is. Ezek tényleg már a mikrobűzbasz határa. Kurva
most nem akar a békára fókuszálni, a drága lelkem. Hát a legnagyobb bánatomra hernyókat és lepkéket nem fogok látni. Azért itt van egy ízelítő, kinagyítva persze, de valahogy úgy nem gondolom, hogy sokat vesztettem volna.